A jelenlegi vírus helyzet miatt elsősorban a családi házas előfordulhat, hogy a megszokottnál ritkábban nyírja le a füvet a Netta Pannonia Kft. A szolgáltató azt a lakosságtól, hogy a közvetlen környezetük rendjének, tisztaságának megtartása érdekében az ingatlanjuk határától számított 5 méteren belül, ahogy arról rendőlet is szól, végezzék el a kaszálási, fűnyírási munkákat. Két kanizsai határozat is előírja a lakók kötelezettségét. A zöld felületek fenntartásáról szóló, illetve a környezetvédelmi rendelet taglalja a feladatokat. Ezek értelmében a telek határtól számított 5 méteren belül az ingatlan tulajdonosának felelőssége a zöld felület karbantartása. Csendes Tamás Anett, a Pannonia KFT közterület gondozási vezetője úgy fogalmazott: Az elmúlt években átvállalták, elvégezték a feladatot, de a jelenlegi helyzetben nem tudják garantálni, hogy a megszokott fűnyírási rendet és gyakoriságot be tudják tartani. Szeretnénk tájékoztatni a nagykanizsai lakosságot, hogy a COVID-19 vírus okozta világjárvány következtében kialakult gazdasági és egészségügyi helyzet miatt, a Netta Panonia Kft. által gondozott zöld területeken, és itt elsősorban a családi házas területek az érintettek, az eddigi gyakorlattól eltérően a fűnyírási gyakoriságban nagyobb időre benni eltolódások fordulhatnak elő. Ezért tisztelettel kérjük a lakosságot, a cégeket, intézményeket, hogy a saját közvetlen környezetük rendjének, tisztaságának megteremtése és megtartása érdekében Ebbe a nehéz és kiszámíthatatlan helyzetben segítsék a munkánkat annyival, hogy az ingatlan határától számított 5 méteren belül elvégzik a kaszálási és főnyírási feladatokat. Ezzel is elegettéve két kanizsai rendeletnek is.